Néhány nappal ezelőtt országosan tíz büntetés végrehajtási intézet új épület szárnyát avatták fel. A kormány törekvése, hogy őszre megszüntesse a börtönökben uralkodó túlzsúfoltságot. Ennek érdekében közel 3000 új hely megteremtéséhez látott hozzá, összesen közel 30 milliárd forint értékben. A Tiszalüki Büntetés Végrehajtási Intézet eddigi befogadó képessége 770 volt, ennek a beruházásnak köszönhetően pedig további 440 elítélt fogvatartására lesz kapacitása komplexumban. 2020-as kormányhatározat döntött arról, hogy ezeket a férőhelyeket létre kell hozni, nem sok idő volt rá. Március hónapban kezdtük el az első kapavágásokat, és június 30-ára befejeztük a legfontosabb műveleteket, gyakorlatilag az épületek állnak, a berendezésük van folyamatban. Összesen négy fogvatartotti épületegység van, illetve van egy kiszolgáló épület a fogvatartott épületegysége az 114 fős egy-egy. Nyilván itt az elkülönítési szabályoknak is meg kell felelni, tehát nyilván nem tudunk mindent teljes létszámra feltölteni, ezért egy kicsit több ez a férőhely, mint az intézet új befogadó képessége. Az egyes épületekhez három és hat fős lakóhelyiségek, kiszolgáló helyiségek, tantermek és közös mosdók, valamint zuhanyzók tartoznak a beruházással kapcsolatban a kormány korábban kiemelte, nem csak a bővítés, hanem az elkövetők reintegrációja is kiemelt célnak számít. Ennek megfelelően a végrehajtás mellett központi szerepet kap a bent lévők oktatása, foglalkoztatása és jóvátételi programokban való részvétele annak érdekében, hogy az elítéltek büntetésük letelte után visszailleszkedhessenek a társadalomba. Az eddigi terveink is arról szóltak, hogy a fogvatartottaknak értelmes elfoglaltságot kell biztosítani a büntetésük alatt, tehát a korábbi börtönrészben is ez biztosított volt. Úgy alakítottuk ki az új részleget, hogy az itt is biztosított legyen, tehát a foglalkoztatásuk, a munkáltatásuk, az oktatásuk ezekben a, az épületekben is biztosított lesz. Az új szárnyakban jelenleg az utolsó simításokat végzik. A helyiségeket körülbelül két hét múlva foglalhatják el az elítéltek. Tiszalökre az ország bármely pontjáról jellemzően enyhébb bűncselekményt elkövetők kerülhetnek, de az intézet eddigi fogvatartottai közül is többeket átcsoportosíthatnak. A beruházás egyik kiemelt célja továbbá, hogy növelje a környékbeliek foglalkoztatását. A bővítésnek betudhatóan az egészségügytől a biztonsági szolgálatig Tiszalökön is számos betöltetlen státusz szerepel még a listán.